El, ugye a legsúlyosabb sérülés, amit okozhatod magunknak, az az inszalagok ízületek átvágása. De ez nagyon ritka. Volt már rá példa, de ez ritka. Ugye két vérzés különböztetünk meg az artériás, illetve a vénás vérzést. Ugye ez mind a kettő lumenes vérzés, csak a kettő között az a különbség, az egyik spriccel, a másik nem. Illetve a színét is meg lehet különböztetni, az egyik az élénypiros, mivel ugye az táplálékkal dúsított vér az artériás, tehát az tele van oxigénnel. A vénás, ugye az a viszvérünk, ugye az általában fekete színű. Artériás vérzésnél amit tudunk tenni, megvan a vágott sebb, gyerekérnek. Leggyakoribb, hogy mullapot tudunk vásárolni bármelyik gyógyszertárba, de most már talán bármelyik ilyen hipermarketben is. Hajtunk mindig egy erős bucit belőle. A másik dolog, ami legyen a csomagunk benne, mindig egy rugalmas pólya. Ne keverjük össze a gézzel, ez rugalmas pólya. És ugye megvan a vágott sebünk, mondjuk elvágta a Tyson a csuklóját itt végig, itt van a radiális artériánk, spriccel a vér. Soha nem a vágott sebre tesszük rá a nyomókötést, hanem mindig az érkező oldal felől. Tehát itt ebben az esetben ugye a vérünk ugye erről jön, lefele, itt a vágott seb fölé helyezzük a nyomókötést, nyomjuk kézzel, és a megfelelő kompressziót elérjük, akkor látjuk azt, hogy szépen csökken a vérzésnek a mennyisége, és miután ezt így kézzel meg tudtuk oldani, ezek után, hogyha ketten vagyunk, nem tudnak segíteni, akkor ugye a nyomást fönntartva még mindig, átvárva másik újra ugyanúgy nyomást gyakorolunk, és egy határozott mozdulattal elkezdjük tekerni fölfele magát a pólyát. És ugye itt vannak azok a trükkök, amit ugye az ember évek alatt megtanul, tehát folyamatosan a stranguláció, tehát mindig tekerünk egyet magának ötszeren,
odaérünk, és ott is próbálunk úgy nyomáspontot kialakítani, hogy maga a bucinkra húzva folyamatosan strangulációt fogunk gyakorolni. És innestől kezdve mindig ugyanabba a pontba feszítjük meg. Na most ugye itt nem egy nagy sebről van szó, de piszkosul érzett. Itt nem kell nekünk teljesen körbe mennünk a kötszerrel, hanem itt befejezzük, húzunk rá egy kis hurkot, betesszük az ujjunkat, és visszatűrve betesszük a maradék pólyánkat. Mondjuk a kis likvidensünknek, hogy a kezét most például fekszik, tegye de föl a szíve fölé a mellkasához, és maradjon így. Nagyon fontos nyomókötésnél, hogyha sikeres a nyomókötésünk, az lesz az első tünet, hogy az újbegye elkezd neki kifehéredni a körömágynál. Mert gyakorlatilag lezártuk a keringést. Ezt folyamatosan ellenőrizzük újbegy nyomással, milyen gyorsan telítődik vissza. Hogyha már elértük azt, hogy elszámolunk 10-ig, és még mindig fehér, akkor azt mondjuk, hogy most sikeresek voltunk, és gyakorlatilag a vérlemezkék be fognak indulni a sebnél, hogy szépen begyógyítják a sebet. És miután, hogy ezeket folyamatosan ellenőriztük, itt van az a másik fontos dolog, fogjuk az embernek a végtagját, és hogyha hűl kifele, akkor elértük azt a pontot, majd lazítjuk vissza a kötést. Azért zártuk le így, hogy meg tudjuk bontani magát a kötszerünket, és akkor szépen elkezdik visszafele lebontani. De közben mindig fogjuk magát a kötszert, hogy le ne ugorjon, és megnézzük, hogyha felengedtük, hogy még mindig vérzik-e, és ugye a legfontosabb az, hogy ilyen ütemben. Mert ha még mindig kiserken a vér, akkor újra kezdjük ugyanezt a metódust. Visszatekerjük a gészt, lezárjuk. Közben be is köthetjük már magát a sebet egy másik akármilyen gyors kötözővel, mert hogyha az is át fog ütni, akkor vérzik még mindig. Hogyha olyan mély a seb, olyan súlyos a vágás, akkor ezt a fajta nyomókötést fönt hagyva a sérültet kimentjük, vagy pedig segítséget hívunk. Mindenkinek van már ez a csodálatos sája, amit nagy előszeretettel használ mindannyiunk. Ez azért praktikus, mert ha vállat akarunk rögzíteni, akkor megfogjuk a kis kendőnket, háromszögben meghajtjuk, ejtünk rajta itt egy nagyon frankó kis csomót, és akkor tájszom lesz megint a próbababa. Így. Gyerek, kérlek. Tehát ez a pozíció, amit megtudunk egy válnál, vagy akár egy könyös sérülésnél, hogy ne legyen terhelve. Kérek még egy sálat? Önél kéznél van? A nyakában, a csávónak. És ha netán törésnek a gyanúja merül föl, akkor egy másik sállal megfogjuk. Persze ez méretfüggő. A Tyson körben ül. És akkor végképp rögzítjük a testhez két mozdulattal az egészet. Ugye innestől kezdve ez nem fog lógni. Belehúzzuk, és akkor gyakorlatilag teljesen hevedelbe rögzítjük a végtagot. Valaki meg akarja csinálni? Tehát a fogásoknak mindig az a lényege, hogyha valakit kísérsz, tehát hogy támogatod, akkor mindig benyúlsz neki a hóna alá, és arra kéred, hogy lehetőleg egyszerre lépjünk, hogy ne legyen össze-vissza billegés. De innestől kezdve megsérült mondjuk a legyen a jobb kezem. Akkor megfogom a sálamat, lehúzom. És bent van. És ennyi. Thank you.
az első szűrés, amit tudunk alkalmazni, az mindig a mechanikai szűrés. A mechanikai szűrés a semmi másról nem szól, mint az, hogy a lebegő szennyeződéseket távolítjuk el. Mi az, ami ilyenkor benne marad a vízbe? Mindig benne marad a baktérium, a parazita, a vírus. Tehát ez gyakorlatilag semmi más, mint optikai tuning. Tehát nem fogod tudni biztonsággal fogyasztani a vizet utána, ezt még forralni kell, vegytisztítani kell, aktív színnel át kell szűrni. Viszont miért érdemes csinálni, hogy ha esetleg van egy komolyabb vízszűrőnk, akkor azt tudjuk használni anélkül, hogy a levegő szennyeződések eltömítik. Tehát mivel fogjuk tudni megcsinálni ezt a mechanikai tisztítást? Az oklinkkal, egy darab gézzel, egy vízszűrőzsákkal, bármivel, ami alkalmas arra, hogy szűrő közenként felfogja a vizet. Pontosabban a vízben a mocskot. Ez viszonylag lassú folyamat lesz, és át kell lázzon a szűrőközeg. És ha átázott, akkor fogjuk tudni kifolyatni belőle a vizet. Lehet összenyomni a palackot, akkor egy kicsit gyorsítjuk. Mi nem fog eltűnni ebből a vízből a kórokozókon kívül? A színe, az íze, meg a szaga. Tehát maradni fog a pocsolya íz. Meg a pocsolya szag. Viszont lesz egy ugyanolyan zavaros víz, mint amit kiszedtünk a pocsolyából, csak a lebegő szennyeződések fönnakadtak a gézen. Következő mechanikai tisztítást végez, ez egy Sawyer Mini. Most a mechanikai tisztításon kívül ő eltávolítja még a baktériumokat is a vízből, viszont vegyi anyagot és vírusokat nem szűr. Uh-huh. Tehát innentől kezdve is igazából ugyanúgy utókezelni kell a vizet, vagy egy aktív szenes utószűréssel, vagy víztisztító tablettával. Ez is olyan, hogy gravitációs szűrő, palack finom nyomásával tudom szabályozni azt, hogy milyen gyorsan jöjjön belőle a víz. Tehát amikor mondják azt, hogy te ebből lehasaljál le és igyál belőle vizet, a homlokod behorpad, mire ebből te vizet iszol. Milyen vírusokkal lehet számolni például egy ilyen vízbe itthon? Hepatitis valamelyik alfajával, rotavírussal, kalicivírussal, szalmonellával. A szalmonella az a kettő, ami nagyon az főleg, hogy vad járva a környék. Tehát nagyjából ez az átfolyási sebesség, amit legjobban ki tudunk belőle préselni. Rámegyek, igen. Jó, de nem szökőkút, ez sem azért, de gyorsabb, mint az előző dolgok. És akkor ez a tisztaság, ami várható tőle. Aha. Tehát ez már kristálytiszta igazából. Annak tűnik legalábbis. Annak tűnik, így van. A színét nem veszi ki a víznek. A következő Life Straw-nak ez a Flex-e. Ugyanazzal a módszerrel működik, annyi, hogy van benne egy aktív szén betét is, ami úgy néz ki, ez cserélhető, ez 100 literenként cserélni kell. Most ezt nem fogom bemutatni, megmondom őszintén, mert ez még használatlan. De ugyanaz a szisztém, mint a Sawyer-é. A módszerrel működik, viszont nem akarok benne katon cserélni, úgyhogy ez egyelőre így marad. Viszont ezzel, hogy aktív szénszűrő van benne, mennyivel vagy előrébb a Sawyer-hez képest? A Sawyer-hez képest kapsz egy íz- és szagmentes, meg egy színmentes vizet.
Meg vegyszermenteset. Tehát egy tisztát, meg vegyszermenteset, így van. Amit nem tud ezt se, a vírusokat ezt sem szűri ki. Uh-huh. Tehát ez is még vagy egy forralás, vagy egy víztablettás utókezelés szükséges. A Grail, ez ion cserélő alapon működik, ez kiszűr minden. Tehát lehet látni szépen, hogy nyomás hatására fogyog át rajta a víz, töltődik a tartály. Tehát ez kiszűri a vírusokat, a baktériumokat, a parazitákat, a mikroműanyagokat, vegyszereket, méreganyagokat. Tehát ez a gyógyszerszálmazékokon kívül mindent kiszed? Amik reagálnak az aktív szénnel, azt kiszedi. Tehát amit ezt se tud szűrni, azok a hormonok. Uh-huh. De jelen pillanatban a világon nincs olyan technológia, ami a hormonokat kiszűr. És azt hiszem, hogy sikerült túltöltenem, nem figyeltem a jelölést, úgyhogy... Ilyenkor a túltöltöd oldalt kijön? Körül is oldalt is. De nem. Jó. Oké. Okay. Most ez kristálytiszta, jó ízű, finom víz. Gabi? Igen, légy szíves nekem, mert szóval. Köszönöm. Ugye lehet benne érezni egy kicsit karsztosabb jelleget, az azért van, mert tele van ásvány jön ebből. Kastolom te. Teljesen jó. Én átszokkodom ezen. Szűrő hozzá 1000 akkor az... Water to go, ez az, ami még egyébként egy érdekes konstrukció. Igaz, Sanyi? Elméletileg ugyanazzal az ion cserélő módszerrel működik, mint a... A Grail. Nem igaz. Jelen pillanatban ehhez a kulacshoz olyan 8000 forint körül van a patron. Az egy és 12000 a dupla. Igen, de ugye ez 3 hónap aktív idő, vagy 150 liter víz, és maximum 3-szor aktiválhatod újra. Tehát ha kiszárad, mert nem használtad, utána csökken az élettartam. De azt úgy értek, hogy a napot, hogy hány nap, meg liter. Tehát hogy a nap az folyamatában ketyeg, hogy bevizeztem, tehát összeoktál. Nem, aktív használatnál. Aktív használatnál. Hogy nem szárad ki, hanem minden nap használod. Ha minden nap használod, akkor 3 hónapig tudod használni, igen, vagy 100... Nem, és még kiszárad, akkor azt mondod, hogy 3-szor aktiválni, és igen, tudod használni. Tehát, hogyha 3-szor már aktiváltad, akkor vége. Igen. Jó, akkor ez 8000, ami neked van kulacs. Nem. A kulacs 15000. Csak a szűrőt kérdeztem. A szűrő 8000. Tehát, ha minden nap használod, akkor azt mondta, hogy durván havi 2500 forintért tudod inni belőle a vizet, az jó egyébként. De hogyha így eljövünk túrázni alkalmanként, akkor a 3 alkalomra fizetsz 8000 forintot, az nem jó. Ezért kérdezem. Amíg a Grailnél egy szűrőpatron durván 10-12000 forintot fizetett országvizetben, addig 3 évig tudod használni, nincs újra aktiválás, nincs ezért. Tehát nem használod. Ezért 3 év az első használattól kezdve, vagy 175 liter víz. De oké, de akkor az első olvasható, hogy soknak tűnik az 50000, viszont hogyha egy szűrőt kicserélek benne, akkor viszont az gazdaságosabb hosszú távon. Így van. Hogy azért nem napi szinten járunk, így van. Meg ugye nem beszélve arról, hogy 8 másodperc. Mm-hmm. Ez könnyebb, mert csak kiszopkodja belőle az ember a vizet. De ha akarsz csinálni egy teát belőle, akkor ez is lassú átfolyású. Ez csak vákum hatására van vízközön. Ja, arra sem. Nem, a más a szív. Nyomkodni kell.
Csak nem szabad túl erősen, mert akkor átereszt. Egyébként ugyanaz a víz. Tehát maga a konstrukció jó. Túrázóknak marhára nem gazdaságos. Tehát ha elmész egy kaminyúra, jó. Magaddal viszed, tök fasza. De egyébként nem. Tehát azért kérdeztem meg, ahhoz képes. Viszont ugye nem, még átpréselni se kell, csak szív. Nem homlok horpasztó. Thank you.